még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézzen minket, Suli Körkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit. Viszonylag rég jártunk a Perbeli Kisforrás Német Nemzetiségi Általános Iskolában. Az elmúlt időszakban is sok minden történt az iskola életében, és van még, ami előtt állnak. Erről kérdezem Bors Andrea igazgatónőt. Visszamennék akkor időben a március 3-ához. Ugye ez volt az a dátum az iskola életében, amikor ezt a csodálatos új iskolaépületet átvehettük ünnepélyes keretek között, és rögtön március 6-án egy nagy rendezvénnyel, egy német nemzetiségi, kistérségi versennyel kezdtük itt az életünket, és tulajdonképpen mi a következő napon, kedden kezdtünk el a gyerekekkel itt tanítani, illetve tanulni. Nagyon sok minden történt azóta, tehát először is egy kicsit így az épülettel kapcsolatban, hogy nagyon nagy boldogsággal vettük birtokba az épületet. Iskolarádiót működtetünk, a diák önkormányzat egyik tagja, például ilyen Star Wars zenét tett be, az az iskolacsengő vagy trombita hang is, tehát váltakozó. Szeretnek a gyerekek ide járni, nagyon tetszik nekik. Ugye megszoktuk most már ez idő alatt ezt az épületet, ennek az épületnek az adottságait, a lehetőségeit. És hát nagyon sok szép versenyen is vagyunk túl, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nemzetiségi iskolaként megpályáztuk a oktatási hivatalnak a bázisiskolai programját, és ezen a pályázaton sikeresen szerepeltünk. Ez tulajdonképpen az eddigi munkánknak a bemutatását jelenti jó gyakorlatok formájában más iskoláknak. Nem sokára lesz majd egy hivatalos átadó ünnepség, és akkor következő tanévben kezd ez a program majd működni. Ez kötelezettségeket is ró önökre? Igen, tulajdonképpen a pályázatban kellett vállalni, hogy milyen programokat, milyen jó gyakorlatokat fogunk bemutatni más iskoláknak. Ezek között van például a diákcsere program, ami éppen most zajlik itt az iskolánkban is. Nagy örömünkre a járványhelyzet után most ismét ebben a tanévben sor kerülhetett a diákcsere programja, amit mi már 2010 óta működtetünk. Ősszel a mi diákjaink utaztak Németországba, és most van itt a német diákcsoport, éppen kirándulnak Budapesten, 11 tanuló, 2 kísérővel, és nagyon sok szép programot szerveztünk nekik. Ez a gyerekeinknek is nagyon nagy lehetőség, hiszen itt gyakorolhatják élőben a nyelvet, és nem csak a diákcserés gyerekek, hanem a többi tanuló is bemehetnek az órára, részt vehetnek, a többi tanulók is együtt tanulhatnak velük. És igazgatónő is gyakorolhatja a német nyelvet, mert hogy tegnap jöttünk volna eredetileg, de éppen bemutató órája volt. Igen, pont ennek a diákcserés csoportnak tartottam német órát, 2 órát is, egyet a konkrétan a diákcsoportnak. Magyarországról kivetítés ilyen feladatlappal, illetve Kahoot játékkal, internetes játékkal, és úgy gondolom, hogy sok új információval gazdagodtak a gyerekek Magyarországról, illetve a 8-osaimmal is tanultunk velük. A 8. osztályjal most például a tanévvégi tudáspróbára készülünk, ez egy szóbeli megmérettetés tulajdonképpen itt tanévvégén. Előzményként még azzal is szeretnék egy kicsit így elbüszkélkedni, hogy nálunk 8. nemzetközi nyelvvizsgát tehetnek a gyerekek, DSD nyelvvizsga, és a 13 tanulóból, mint a 13-nak a magasabb B1 szinten sikerült a szóbeli nyelvvizsgája. Ennek volt egy írásbeli része is márciusban, amelynek az eredményeit majd későbbiekben tudjuk meg. Úgyhogy készülünk erre a megmérettetésre is, kérdések, feleletekkel, és nagyon jó lehetőség volt, hogy a német gyerekekkel gyakorolhattak. Nem tudom, hogy a német gyerekekkel együtt rajzoltak-e, de hogy rajzverseny is volt az iskolában? Igen, itt az iskolai fordulóról tovább jutottak a gyerekeink, illetve volt ennek egy előfordulója, egy válogató, a megyei rajzversenyre, Aradi Jenő megyei rajzversenyre, amely Pátyon került megrendezésre, és nagyon örömünkre 3.-4. helyezettek lettek a gyerekeink, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk is. Utaztak is a diákok, sőt, még utazás előtt is állnak. A 7. osztály fog a határtalanul keretében elindulni Erdélybe. Nagyon-nagyon várják az utazást, nagyon szép programot állítottak össze nekik, úgyhogy reméljük, hogy jól is fogják érezni magukat. Mi áll még az iskola előtt ebben a hátralévő bő egy hónapban? Osztálykirándulásokra készülünk, gyereknapra készülünk. Még amit egy picit kiemelnék, ami mögöttünk van ugyan, hogy ugye most volt nemrég a fenntarthatósági témahét, földnapját is tartottunk a gyerekeknek, utazó planetárium, Dunamente ökocentrum programját mutattuk meg a gyerekeknek, illetve volt egy népviseleti napunk is. És talán a tavaszi programok nagy része most lezajlott, ami még előttünk áll, tehát ez az említett gyereknapi rendezvény, és a
tanévzáróra, a balagásra készül, és a német vizsga a gyerekeknek itt a tudáspróba. És a gyerek, hát a gyereknapon nagyon készülünk, az június elején lesz, egy szombati napon a szülői szervezet közös szervezésében. A gyerekeknek állomásokon lehet különböző petákokat gyűjteni, amit be lehet váltani ajándékokra. Most zajlik például a papírgyűjtés, ennek a bevételéből szoktuk a gyerekeknek a gyereknapot finanszírozni. Úgyhogy igazából nincs olyan sok idő már a tanév végéig, de mégis azért sok minden várható. Van még papír? Zsámbékon pont arról számoltak be, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, vagy azzal ellentétben rendkívül kevés érkezett. Régen nem kamionnal, de hogy konténerekkel szállították el a begyűjtött papírt, most egy konténerre nem volt szükség, olyan kevés jött össze, mert hogy az emberek nem olvasnak, nincsenek plakátok. Mi minden évben kétszer tartunk ilyen papírgyűjtést, az alapítvánnyal közösen szervezzük, és gyerekek és a falubeliek segítenek. Jó időben meghirdetjük, tehát több cég is, vállalkozók is kérdezték, hogy mikor lesz. Úgyhogy egyelőre nálunk gyűlik a konténer, nem tudom, hogy mennyi lesz. Az biztos, hogy most nem adnak olyan sok pénzt érte a papírért, mint korábban. Mi is egyébként szelektíven gyűjtjük az iskolában, azokat tároljuk, és a papírgyűjtéskor akkor betesszük mi is a konténerbe. Hát összességében derülátóan tekint a tanév vége felé. Minden sinem van. Igen, és ami nagy öröm lesz számunkra itt a tanév végén, hogy ez lesz az első olyan tanév, hogy az új épületben, az új iskola épületben vagy az udvaron fogjuk tudni megrendezni a ballagást. Úgyhogy azt gondolom, ennek a 8. osztálynak, ha kicsit rövid is volt ez az időszak, amit az új épületben tölthettek, mégis egy meghatározó élmény lesz, hiszen ők lesznek az első évfolyam, akik innen fognak elballagni. Akkor még egy kis statisztika a végére, hányan ballagnak el, és hányan iratkoztak be? 26-an ballagnak el, és 25-én iratkoztak be. Ó, még egy plusz helyük is marad, majd a jövök ilyen messzép az épület. Köszönöm az információt. Köszönöm szépen.